A következő digitális témai során megvalósított tevékenységeink központi eleme, az előző évek hagyományaihoz igazodva, ismét a robotika lesz, megfűszerezve egy kis kiterjesztett valósággal, 3D-s tervezéssel és nyomtatással. A megvalósítás során kiemelt figyelmet kap a diákok tevékenységei mellett a kollégák minél aktívabb bevonása és az elért eredmények, az elkészített produktumok szülőkkel való megismertetése is. Azok a tanulók, akik egyébként tanítási órákon kevésbé aktívak, nem szeretnek részt venni a munkába, itt igazán ki tudtak teljesedni. Volt olyan kislányom, aki valóban nem arról híres, hogy önállóan és sokat tanuljon, de ebben az esetben a csapatnak ő lett a vezére. Ő irányította a többieket, ő szervezte meg, hogy mikor, hol, hogyan fognak összeülni, hogy a kiadott feladatokat el tudják végezni. A digitális témahét mindig nagyon sok ötleteléssel, munkával, előkészítéssel járó tevékenység, de az a tapasztalatom, hogy mindenképpen megéri a befektetett munkát. A legnagyobb kihívás és talán a siker titka is az szerintem, hogy találjunk egy olyan témát, amely valamennyi évfolyam diákjainak a fantáziáját megmozgatja és az érdeklődését felkelti. Valami olyasmi témára van szükség, amely a tananyaghoz kötődik, de azon azért egy picit túl is mutat, úgyhogy érdemes törni rajta a fejünket.